Felújítás és karbantartási szünetet tartanak a Dózsa Mozi centrumban, így az intézmény január 9-től 22-ig zárva tart. Amiket tavaly megcsináltunk, azokat, azokat szintre hozzuk. Bizonyos paraméterekben már nem azt tudja ez a filmszínház, mint mondjuk egy évvel korábban. Ezeket akarjuk visszacsinálni. Mondhatnám például a fűtést de mondhatnám a vetítőgépeket, amelyeket fel fogunk a karban tartunk, a popcorn büfére és ráférnémi felújítás, a csatorna rendszer és ráférnémi felújítás, a világítás rendszerre is. Ezeken kívül a székeken és a hangszórókon végzik el a szükséges javítási munkálatokat. A legnagyobb feladatnak a hőcserélő rendszer helyreállítását tartják. A csapatunk felkészült, és mindenki akarja, és hogyha mindenki akarja, akkor az meg is lesz, hogy ezt már egy párszor be tudtuk mutatni. A Filmszínház január 23-án újra kitárja kapuit, és továbbra is a legfrissebb filmek premierjeivel várja a közönségét. 31-től pedig a Galéria Jazz Club kínálja koncertek széles választékát a zenekedvelőknek.